Dicsértessék a Jézus Krisztus! A Atya halálával mi ránk maradt az ő általa készítetett Feri bácsinak szánt ajándékok átadása. A Csaba atyának papír nélkül, nekem csak papírról sikerül pár szóban megköszönni kántori szolgálatát. A zene kifejezi azt, amit nem tudsz megfogalmazni. Átsegít minden bajon, problémán. Ha kell, szomorkodik veled, ha vidám vagy, táncba hív. A zene gyógyír a lelkednek. Nagyon nehéz felsorban Feri bácsit méltatni, hiszen a falu egyik ikonikus alakjáról van szó. Polgári állása mellett soha nem hagyott fel a zenéléssel, és minden lehetőséget megragadott arra, hogy képezze magát zeneileg. Egyúttal egyre közelebb került az egyházi szolgálathoz is. Orgona tanulmányait magánúton végezte el. 1956-tól helyettes kántorként tevékenykedett, majd 1984-től első számú kántorként látta el feladatát, így szebbé téve a templom és a hívek életét. Emellett a csak szájhagyományban megőrzött Piliszent Iváni sváb nyelvű egyházi énekeket összegyűjtötte és lekottázta, aminek a végeredménye egy német nyelvű énekeskönyv lett. 1973-ban megalapította a Piliszent Iváni vegyes kórust, melynek a mai napig a karnagya. Munkájában mindig következetes, önmagával és másokkal szemben magas követelményeket támasztó, kitartó, nagy munkabírású ember. Munkásságát 2011-ben 16. Benedek pápa, majd 2016-ban Ferenc pápa apostoli áldással ismerte el. Kedves Feri bácsi! A korlátozások és a gyász miatt most kerülhet csak sor megköszönni azt a sok munkát, amit a hívekért és a faluért tett. Szebbé, meghittebbé varázsolt a miséinket, egyházi ünnepeinket. Csaba atya mindig mindenben számíthatott önre, akár a munkában, akár a magánéletben. Amolyan pótnagypapaként tekintett önre. Mikor bejelentette Csaba atyának, hogy beszeretné fejezni kántori szolgálatát, ő szomorúan, de tudomásul vette Feri bácsi döntését. Bízunk abban, hogy alkalmanként még vissza fog térni, mint helyettes kántor az orgonához, és úgy, ahogy Csaba atyát is mindig segítette, szolgálta, úgy János atya segítségére is fog sietni szükség esetén. Csaba atya nem is tudta elképzelni, mivel tudná kellőképpen kifejezni, meghálálni mindazt, amit Feri bácsi érte, értünk és az egyházért tett. Ragaszkodott ahhoz, hogy Feri bácsi tőle személyesen is kapjon ajándékot. November óta törtük a fejünket, hogy mi lehet az az egyedi és kivételes ajándék, ami méltó lehet egy ilyen hosszú szolgálat lezárásának megköszönésére. De nem csak az ajándékon, hanem annak átadásának a módján, forgatókönyvén is nagyon sokat gondolkodtunk. Csaba atya egyik vágya volt, hogy a gitáros énekkar is aktív szerepet kapjon az ünnepségen, és az alkalomhoz illő dalukkal köszöntsék az ünnepeltet. Köszönet érte nekik, hogy ez megvalósult. Az ajándékok január elejére elkészültek. De ekkorra, mert Csaba atya egészségi állapota jelentősen megromlott és kórházba került, ahonnan hol biztatóbb, hol kevésbé biztató információk érkeztek az állapotát illetően. Felkérésre több ezeren imádkoztunk a felgyógyulásáért. Reménykedtünk Csaba atya felépülésében, hogy ő személyesen köszönhesse meg önnek a több évtizedes áldozatos munkáját. Sajnos a Jóisten másként akarta. Feri bácsi, kérjük fogadja sok szeretettel az ajándékokat, és ha csak rájuk néz, gondoljon Csaba atyára, jó szívvel, szeretettel. Kívánunk önnek jó egészséget, és családja körében nagyon sok boldogságot. Wir wünschen Ihnen gute Gesundheit und viel Glück in Ihrer Familie.
Kedves Feri bácsi, egyházközség nevében is azért szólnék még hozzád néhány szót. Sem szavakkal, sem bármilyen ajándékkal nem lehet igazán megköszönni ezt a hosszú és alázatos szolgálatot, amit egyházközségünkért végeztél. De próbáltunk mi is mégis valami személyeset kitalálni, és ezzel a könyvvel szeretnénk neked köszönetet mondani, mi Piliszent Iváni hívek. Az ebben lejegyzett sorok, képek arról szólnak, hogy kántori munkáddal milyen emléket hagytál bennünk. Igyekeztünk minél többeket megszólítani, hogy írják le veled kapcsolatos gondolataikat, történeteiket, és reméljük, hogy nagy örömmel fogod ezeket olvasni. Tisztelt Feri bácsi, fogad tőlünk Piliszent Iván önkormányzatától a köszönő szavakat. Nem csak az egyháznak vagy fontos, hanem mindannyiunknak, akik itt ülünk, akik a templom falain kívül vannak és élnek, mindenki ismer téged. 65 év egy emberöltő, alázattal, elhivatottsággal, olyan szorgalommal, amire kevesen képesek. És nem csak alázat és szorgalom és elhivatottság, hanem csodálatos alkotó munka a tiéd. És egy életnek ez csak a része, ez a 65 év. A kántorságod, alkotó életednek egy része. A zenei gyűjtéssel, az imádságos zenés, imádságos könyv megalkotásával egy része, másik része a vegyes kórus karnagyaként életed. Bár lezárul ez a 65 év, biztos, hogy találkozunk itt a templomban veled újra Szentviséken, és kívánjuk a képviselőtársaimmal az önkormányzat és a falu nevében, hogy legyen ehhez nagyon-nagyon jó egészséged, élj meg rengeteg szeretetet, boldogságot a családodban, és számítunk rád, mint karnagyra továbbra is. Köszönjük, és büszkék vagyunk rád. Kelopcá Jézus Christus. Lieber Feri bácsi, wir möchten auch im Namen der deutschen Nationalitäten Selbstverwaltung unseren herzlichen Dank für die 65-jährige Dienstzeit aussprechen. Wir können Ihnen nicht genug dankbar sein für die deutschen Messen, für die Bewahrung der ungarndeutschen Kirchenmusik, für die Zusammenstellung und Ausgabe der deutschen Gebet, Gesang und Orgelbücher. Wir hoffen sehr, dass Sie weiterhin so aktiv bleiben
und wir ihre Orgelbegleitung in der Zukunft noch genießen können. Akarják, hogy a mise végén én meg orgonáljak. De meg fogom próbálni. Hálásan köszönöm nektek. Hirdetést engedjenek még meg a szemmise végére. Június 14-én hétfőn 18 órakor egyházközségünk képviselőtestület gyűlés tart a plébánián, amelyre szeretete hívom és várom a tagokat. Június 19-én jövő szombaton lesz egyházközségünkben beteg Kenetinek kiszolgáltatása. 9 órától van még lehetőség, Szent Jónásra 10 óra 30-kor kezdődik a Kenet kiszolgálása egybekötött szemmise. Kérem, hogy aki ezt még szeretné igénybe venni, a hátul kitelt asztalon iratkozzék föl. Köszönöm szépen utólag is mindenkinek a segítségét, aki az úrnapi ünnepen, szemmisében és az azt követő körmeneten hozzájárult az ünnep szépségéhez. Mindenkinek, aki bármi módon, akár jelenlétével, akár imádságával, akár anyagi támogatásával, akár az itt végzett munkával belelépésével hozzájárult. Köszönöm szépen a szolgálattevőknek is, és köszönöm kántorúnak is a zenét és a szép, az ünnep szépségét. Most pedig fogadják a szemmise záró áldását. Der Herr sei mit euch. Er segne euch, der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gehet hin in Frieden. Amen.